Megyünk tovább. Hegyi Iván sportújságíró a vendégünk. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Ugye jó pár perccel ezelőtt említettem már nézőnknek, hogy az olasz foci helyzetéről fogunk beszélgetni. És majdnem helytálló volt ugye, amit mondtam, mert ez még egy tegnapi hír volt, hogy egy hónapig zárt, vagy egyáltalán nem lesz. Ezt aztán most ugye korrigálták, hogy megtartják a meccseket, de zárt kapuk előtt. Hány meccsről van körülbelül szó? Hát egyelőre azt nem lehet tudni. Jó reggelt kívánok a kedves nézőknek. Szóval tegnap összeültek az első osztályú klubok vezetői, és a legújabb információ az, hogy elsőre pótolják azokat a meccseket, amelyeket eddig az néhány meccs eddig elhalasztottak, például egy rangadót, ugye Juve Inter, de zárt kapuk mögött, és április 3-áig lehet játszani, de minden meccset, ha állj el április 3-áig zárt kapuk mögött kell. Hogy lesz-e rendes bajnoki forduló erről pillanatban, még nem tudok. Az első közelítésem az, hogyha pótolják először a meccseket, ugye az elmaradt meccseket, akkor nem lehet addig, hiszen akkor más a párosítás egy rendes fordulóba. Tehát azt gondolom, hogy ezen a hétvégén lejátszák azt a néhány, vagy egy-két héten belül lejátszák azt a néhány meccset. Mondom, ez a legfrissebb információ. Lehet, hogy persze párhuzamosan lehet játszani más meccseket is, de közönséget nem lehet beengedni. Aztán ki tudja, mi lesz estig. Te tudod egyáltalán, hogy hova mész tudósítani este? Vagy lesz-e? Tudom, lesz meccs? Hát helyileg, igen, jó a kérdés. Ugye eredetileg a Sport TV, ahova 20 éve járok kommentálni, 20 éves a Sport TV. Szóval, hogy a Napoli Inter olasz kupa mérkőzést adta volna, de elhalasztották, és így a Granada Bilbao spanyol kupa mérkőzést. Tehát megyek, de hát igen, a helyzet súlyos. Hát ugye iskolákat bezárták. Hát volt mondjam, hasonló? Hát ilyenre nem emlékszem. Ilyenre nem volt. Háború alatt? Hát úgy, ahogy valami bajnok, mint a 56-ban nem fejezték be a magyar bajnokságot. Tehát, de nem, tehát hogy járvány miatt, hát ezt nem tudom, persze, hogy Afrikában, vagy ilyet nem tudok, de hogy Európában ilyen lett volna, nem emlékszem rá. Tehát súlyos a helyzet, és hát beláthatatlan. Svájcban nem Svájcban beszüntették a bajnokságot, igen, nem is játszanak. Hát mondjuk Olaszországban, hogyha most nem a focit nézzük, hanem más sporteseményt, sok olyan sportesemény van, amit egyáltalán meg se tartanak, tehát nem az, hogy közönség előtt, zárt kapuk mögött tartanak meg, hanem egyáltalán nem lesz. Na most ennek a jelenlegi helyzetnek van-e, vagy lehet-e kihatása akár mondjuk az Európa-bajnokságra? Hát ugye nem tudjuk, de hát ez kellő komolysággal, és az ember nagyon nehezen beszél erről, ugye? Hát az Európa-bajnokság, a futball Európa-bajnokság ugye egy sajátos esemény lesz. Ugye 12 városban van, ez nem kedvez ugye a mai állás szerint, vagy amit tudunk egyáltalán a koronavírusra, amit egy ilyen mezei ember, mint én tudok, de hát a virológusok nem tudom mennyit tudnak, de reméljük, hát hogy sokat. A hőtudások is úgy tűnik, hogy változik egyébként, igen, hétről hétre, tehát sok információ egész más volt az mint elején. Mint a koronavírus is. Most is, ahogy egyébként a koronavírus, igen, is. Amit tudunk, én azt olvastam, hogy az Európai Labdarúgó Szövetség fölállított egy külön munkacsoportot, igen, és ők hétfőn elkezdték a munkát. Arról tudsz esetleg valamit, hogy ők milyen hát ők is ugye bejelentették, hogy a UEFA azzal foglalkozik, hogy hát egyelőre megtartja az eseményt. Tehát úgy készül, hogy megtartja. De ez ugye április 3-áig szól az olasz zárt kapus szabály, mondjuk így. Hát most ugye gondoljuk meg, hogy nyilván április 4-én nem tűnik el a koronavírus attól, hogy az április... Hát a Svájc is március 23-ig. Ott egyébként ott nem a sportolók döntöttek úgy, hogy lehetett volna zárt kapus, de nem akartak zárt kapuk mögött? Hát persze, de a zárt kapus meccseknek, csak azért az ember nehezen beszél erről, mert a zárt kapus meccseknek sok értelmük nincs, szerintem. Hát most gondold meg egy Inter Juventus, ha a San Siroban van 80 ezer néző, egy üres... Pszichésen, hogyan focizhatnak? Milyen játék van akkor a pályán? És még ha eltiltás, tehát rendes, tehát mit tudom, közönség miatt bezárják, igen, tehát zárt kapus mérkőzés, akkor is milyen hangulattalan a dolog, de most tudják, hogy miért nincs néző. Tehát azért azt gondolom, hogy ahogy mi nagyon nehezen beszélünk róla, ugye, ahogy mindig átfut rajtunk, hogy hát ez egyébként bennünket is ma már a legközelebbről érint, ugye? Tehát itt ülünk, és fogalmunk nincs, mi van. Azt áruld el nekünk, hogy akik ilyen profi játékosok, azoknak most valószínűleg ugye hoznak egy olyan szabályt,
hogy már pedig ki nem teszitek a lábatokat sehova. Hát én úgy tudom, hogy az olasz szövetség azt ajánlotta, vagy azt rendelte el, hogy az edzések se lehetnek nyilvánosak. Nyilván hát itt a népszerűek a csapatok, az edzés, és kiárnak az emberek. Nem úgy van, mint nálunk most. Régen nálunk is kiártak. Tehát az edzések se lehetnek nyilvánosak. Én azt hiszem, hogy maga ez a... Tehát hogy mondjam, nem amiatt, tehát ha lelkileg megterheli őket, akkor az a maga a koronavírus terheli, meg nem elsősorban az, tehát ez előbbire jár, mint az a megterhelés, hogy igen, hogy üres a lelátó, és hogy nem jön senki ki az edzésre. Egyébként te nem mondd ki, meg ne is feltételezd, én nem vagyok szakértő, én kimondhatom, hogy ha netán csúszna az EB-n. Én azt olvastam, hogy május 13-áig mindent le kellene játszani, minden bajnokságnak be kellene fejeződnie ahhoz, hogy ne csúszson. Tegyük fel, hogy ez nem történik meg, és csúszik, az milyen károkat okozhat? Anyagilag, mindenféle kárra. Hát én azt nem hiszem, hogy elcsúsztatni lehet. Tehát a 12 város miatt, tehát ugye ilyen nem volt az UEFA, azért azzal szerette volna megünnepelni, az első EB-nek 60 éves évfordulója van. Hát azt nem hiszem, hogy 12 városban ezt most gondold el. Itt nem csak arról van szó, hogy az összes csapat utazása, hanem hát itt százezrek utazásáról van szó. Ha szerintem, ha veszélybe kerülne az EB, akkor nem lenne EB. Ugye Tokióban például elhalasztották most, ami egyébként a magyarokat is érinti, de nem fociban kosárlabda, ez egy olimpiai selejtező lett volna. Ugye már az olimpiáról is beszélnek, hogy mi van, ha elhalasztják, az mekkora krak egy sportolónak évekig hát az olimpiára. Hát ugyanakkora, mint a futball EB. A futball EB nézettsége konkurál a nyári olimpiáival, és a futball VB-jét még nagyobb is. De hát ugye az ember ilyenkor, tehát nem szívesen beszél, csak feltételezésekbe tud bocsátkozni. Ugye az olimpia Ázsiában van, hát Ázsia annál is jobban érintett, mint Olaszország. Igen. Tehát nagyon nehéz erről beszélni. Én azt gondolom, hogy az EB tekintetében az biztos, hogy nem kedvez a rendezésnek a mai tudásunk szerint, hogy 12 város. Tehát ha, ahogyan szokott lenni egy helyszínen, vagy maximum kettő, mint Hollandia és Belgium esetében, akkor nyilván ez egy könnyebb helyzet lenne a 12 város, beláthatatlan, mert hát én nem is tudom, hogy azok mindegyik országban, ahol rendezik, gyakorlatilag szinte mindegyikben már van koronavírus. Igen, és az más kérdés, hogyha még mondjuk nem is lennének zárt kapusak, de ki merne mondjuk elmenni ilyen nagy tömegrendezvényre? Hát zárt kapuk mögött mert rendezni, hát annak semmi, pláne 12 városban, annak semmi, annak aztán végképp sem értelme. Jó, hogy a tévén lehetne látni, nem ilyen meccsek lennének. Hát azért visszhangozna a riporter hangja, azt nem is tudom elképzelni. Mm. Az biztos, tehát hogy azt, hogy megrendezik, de zárt kapuk, azt lehet, hogy ezt tudom képzelni. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Én köszönöm a meghívást.